Mostában elég sok szó esik a vasúti balesetekről. Most speciál pont két olyan vasúti átjárót szeretnék bemutatni, ahol ha mondjuk nem működne a fény és fél sorompó, akkor bizony igen nehezen lenne belátható a vasúti pálya. Ebből az irányból ez még hagyján, de a másik irányból, mindkét irányból meg fogom mutatni. Mind a kettő egyébként nagy kanizsán van, most itt vagyunk a Csengeri útnál. És nagyjából ott fogunk megállni, ahol a sorompónál kéne. Mert itt pont íves szakaszon van a pálya, illetve az átjáró, ugye, ami itt keresztezi a utat, ez a 30-as fővonal. Tehát mondjuk itt vagyunk a... Ha nem működne, akkor nagyjából ugye itt kéne megállni alapból a gépkocsi vezetőknek. Állj elsőbségadás kötelező, ez kb. Olyan, mintha nem működne a fénysorompó. És hát innen ugye jobbra tökéletesen belátni. És még balra is elég jó be lehet látni egyébként. Tehát ez ügyben semmi probléma nincsen. Tehát simán meg lehet állapítani, ha jön a vonat vagy nem. Itt ugye ilyenkor a vasúti járműveknek hát 15 km per órára le kell lassítani hivatalosan. Aztán hát valamikor ez nem sikerül. Na most ugyanezt a másik irányból nézzük. Ugye arrafelé van Kandizsa belvárosa, a hátunk mögött meg Gyékényes. Mondjuk itt megállunk a sorompónál. Hát jobbra gyakorlatilag semmit nem lehet belátni. És hát oly nagyon, így főleg, hogy szembesüt a nap, balra sem. Tehát valószínűleg még jobban előre kell csúszni a gépjárművezetőknek. Mondjuk ugye eddig a pontig, és akkor már balra belátható a pálya. De hát jobbra még akkor is nagyon necces. Hát ugye télen valamilyen jobb a helyzet, mert akkor nem zöldek a fák, de hát még ha idáig előre jön az ember, mondjuk. Még itt húzunk egy ilyen képzeletbeli vonalat. Hát még szinte akkor sem látni semmit a vasúti pályából. És akkor elértünk a másik ilyen kritikus ponthoz. Ez a, azt hiszem, a 60-as fővonal, de ebben nem vagyok biztos, nem vagyok jelentős vasúti témákban. Ahol, ha a vasútállomás felé megyünk, és még nem működne a fénysorompó, akkor balra tökéletesen be lehet látni. És még itt a sorompó vonalában megállva, hát jobbra is viszonylag jó be lehet látni. Ezt nyugodtan lehet állítani. Tehát mondjuk így ebben a vonal, képzeletbeli vonalat nézve, és aztán valószínűleg mindjárt jönni is fog valami. Ellenben, ha másik irányból jönnénk, tehát a vasútállomás felől a belváros felé, akkor mondjuk ugye itt megállva, hát körülbelül ennyit lát a gépjárművezető jobbra, és hát ennyit balra. Tehát gyakorlatilag szinte semmit. Nyilván, ha mondjuk előre tolja itt a autóórát így a képzeletbeli vonalig, hát balra akkor sem lát sokkal többet. Hát jobbról is, jobbról sem lát sokkal többet, de hát mondjuk innen indul ugye a vonat, és hát annyira nem tud fölgyorsulni, hogy esetleg ne tudjon vészvékezni időben. Tehát magyarul itt van két olyan vasúti átjáró, amiből semmit nem lehetne látni, hogyha nem működne a fénysorompó.